Szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket. Pecsenyi Gyula szülész nőgyógyász vagyok, és mindig elfelejtkezem arról, hogy egy kicsit bemutatkozzak. Már szóltak nekem, hogy több adásban nem beszéltem magamról. Hát csak három-négy mondatot röviden. Tehát a tanulmányaimat Leningrádban kezdtem az akkori katonaorvosi akadémián, és négy évet Szemmelweis Egyetemen fejeztem be Pesten. A akkor két-három évet dolgoztam a Suzuki utcai Vejlemír kórházban, és utána 82-ben elhagytam az országot, és gyakorlatilag kettős állampolgárként hol Németországban, hol Magyarországon dolgozom. Gyakorlatilag a túlsúly most már inkább Magyarország felé tevődik, és Dunakeszin dolgozom egy magánorvosi rendelőben. A legutolsó adásokban, a Hogyan Nő a Nő című kis adásomban háromszor a férfiakról beszéltünk, és ebben az adásban visszatérünk a hölgyekhez, és az utolsó adásomban múltkor jeleztem, hogy a témánk a Mell, az Emlő. Azt mondtam, hogy a mell- vagy emlő rákokról fogunk beszélni, de mielőtt erre a csúnya témára térnénk, beszéljünk először egy kicsit a női merről. Igen, keveset szoktunk róla hallani, és hogy mi az az optimális, mi az a normális, milyen olyan normális elváltozások vannak, amelyek még teljesen normálisnak vagy szépnek tekinthető. Na most az, hogy egy hölgynek elkezdenek, vagy egy kislánynak elkezdenek nőni a mellei, az ugye gyakorlatilag genetikusan szabályozott. Tehát amikor egy 7-8 éves kisfiút és egy kislányt látunk egymás mellett, a melltájékon nagy különbséget nem látunk. De amikor elérik a pubertáskort ezek a gyerekek, akkor bizony észrevesszük, hogy a kislánynál egy szemmel látható változás történik a melkason, már pedig az ő kis hormonális termelése elkezdődik, és a petefészkek nyomják kifelé az ösztrogént, és ezen a területen olyan sejtek vannak, amelyeknek ösztrogén receptoraik vannak, és ezek a kis antennácskák megérzik, hogy a szervezetben megemelkedett az ösztrogén tartalom. És egyszerűen az eddig alvó kis sejtekből kezdődik a mellnek a fejlődése, amely szakaszosan történik, sőt nem is egyenletesen. Ezt nagyon sokan, akik ugye észrevették, hogy néha bizony szomorúak voltak, hogy az egyik mellük kisebb, a másik nem úgy fejlődik, de valamikor 17-18 éves korába, illik egy hölgynek a, azt a mell státuszát elérni, amely őt gyakorlatilag egy életen át végig fog kísérni. Na most, milyen az optimális mell? Egyáltalán van erre egy, egy szépségkódex? A kicsi, a nagy, a széles, a hosszú? Hát, kérem, annyi variáció van, hogy erre csak valószínű azt lehet mondani, hogy amilyennek örökletesen a természet adta, ezzel a mellel kell megpróbálni élni azokon a határokon belül, hogyha nincs valami különleges fejlődési rendellenesség, vagy most nem beszélek még a betegségekről, ahol természetesen mindenféle korrekciókra lehetőség van. Na most. Ha már egyszer örökletesen megszabta a természet, hogy hogy nézzen ki, milyen legyen a formája a női melnek, úgy durván, most nem számoltam össze, de egy 6-7-8 melformát úgy nagyjából össze lehet szedni. Az ember, ha 30-40 évig nőgyógyász, és ugye a természetes, normális nőgyógyászati vizsgálathoz, de a rákszűrésnél mindenféleképpen hozzátartozik az emlővizsgálat is. És én itt egy picikét szomorú vagyok, hogy amikor a saját praxisomban is jönnek a 15-16 éves kislányok, vagy először a 17-18 évesek, amiatt keresnek fel, hogy fogamzásgátló tablettát szeretnének, és akkor nőgyógyászati vizsgálat után mondom, hogy akkor légy szíves, mutasd meg a melleidet, akkor először csak egy kicsit furcsán néznek, hogy ez miért, akkor ezt el kell magyarázni, hogy ez is hozzátartozik a női testhez, és bizony-bizony olyan fejlődési rendellenességet most fogunk észrevenni, ha van, amit hogyha nem nézném meg a melled, akkor ezt nem látnánk. És még egyszer fölhívom a figyelmet, én, én szomorú vagyok, hogy néha a kollégák se vizsgálják meg a rák az emlőket, általában, ha csak valaki egy folyás miatt jön a nőgyógyászati rendelőben, nem kell feltétlenül mindig megvizsgálni az emlőt, de rákszűrésnél évente egyszer feltétlenül. Na akkor visszatérünk a mellformára. Tehát úgy, úgy, nagyjából a, az optimális mell nagyságát nagyon nehéz meghatározni. Ez függ a, a testmagasságtól, a súlytól, a gyakorlatilag ugye a melbőségtől, mert ha valaki azt mondja, hogy neki 65-ös melltartó kell, azzal még ugye nem mondott semmit, mert nem mondta el a kosárnagyságot. Ugye az, hogy a 65-ös, az csak a, a mellnek a körfogata, de hogy neki A, B, C, D, E, vagy akár F-es kosarak is vannak, ugye ez mondja meg, hogy gyakorlatilag mekkora az a mell, amiről beszélünk. Na most, az atlétikus típusú mell az általában kicsi, formás, jól áll, mm, nagyjából középen van rajta a melbimbó. tehát ugye a sok sportolás miatt nyilvánvalóan ezeknek a hölgyeknek a, a test súlyuk is optimális, hiszen a mellnek a nagysága azért nagyon függ a test súlyától is. Tehát az elhízott nagysúlyú hölgyeknek általában zsírosabb, nagyobb mellük van, a vékonyabb, normális súlyú hölgyeknek a zsírpárna mennyisége a mellen az általában optimális, tehát akkor nem olyan nagynak tűnik. Ennek azért van jelentősége, mert ha egy hirtelen megnövekedett testsúly következtében gyorsan nő meg a mell, akkor az esetek nagy részében, kis triék keletkeznek a bőrön. Tehát a tágulás következtében vagy ilyen livid, itt szoktuk mondani az orvostudományban, az inkább egy ilyen lila színű kis, kis vonalkák, de egyes esetekben nem lilul be, hanem csak ö, egy fehérke, ilyen, ilyen kagylószerű fehér vonalkák jelennek meg a bőrön, amelyek sajnos-sajnos gyakorlatilag nem eltüntethetők. Tehát ez egy életen át ott fog maradni, halványodnak néha, de ezzel kell élni. Na most a gyors testsúly vesztésnél is tudnak ilyen úgynevezett striék keletkezni, ezekre azért vigyázni kell, hogy ne legyen ilyen nagy extrém testsúly változás. A Talán a következő mellforma az a, az a laza típusú mellforma, amelyben a kötőszövetek egy kicsit gyengébbek. Uh, jaj, most úgy eszembe hogy erről azért mindenféleképp beszélni szeretnék, hogy nagyon sokszor halljuk azt, hogy a, hogy, hogy, hogy a mellben lévő izomzat, tehát azért kell melltartót hordani, és azért kell, mert a mel izomzata, ugye olyan állapotban van, hogy akkor meglóg, hogyha ha, ha esetleg nem tornáztatjuk, vagy vagy <coughs> nem megfelelő melltartót hordunk. Sajnos el kell keserítenem, akik eddig a mellizomzatban hittek, a mellben nincs izomzat. A mell az egy kötőszövetből, zsírszövetből, mirigyállományból álló olyan képződmény, amelyekben Gyakorlatilag a melkashoz még ilyen kis zsinórszerű kötőszövetes fonalkák ö, szövik be az egész mellett, de ebben nincs izomszövet. Tehát a mellben gyakorlatilag izomszövet nincs. Tehát ezt tessék elfelejteni, amikor a mellizomzat szövetéről beszélünk. Tehát gyakorlatilag, még egyszer mondom, zsír, kötőszövet, mirigyállomány az ehhez hozzátartozó erek, vénák, artériák, és természetesen a ide hozzátartozó idegek. Tehát ebből áll egy melszövet, és az ezt borító bőr, és ugye szorosan, ami feltétlenül hozzátartozik, a bimbó udvar és a bimbó. Na majd erről is lesz még szó. Hát a szerencsések azok a hölgyek, akiknek kerek típusú mellük van, ez egy nagyon jó álló, nem szokott meglógni, a melbimbó középen van, és minden irányban gyönyörűen kerek formájú, gyakorlatilag ezeknek a hölgyeknek igazából néha még melltartót se kell hordani, mert ez a mell típus nagyon ritkán lóg meg. Na most uh, talán a következő variáció elég sokszor előfordul, ez az úgynevezett kelet-nyugati beállású mell, így szoktuk hívni, tehát amikor a, a indulva a melbimbók keletre vagy nyugatra, tehát kívülre néznek, ez egy nagyon jó típusú mell, úgyhogy gyakorlatilag nincs vele baj, szép a formája, úgyhogy ennek egy kisebb variációja még az úgynevezett oldalazó típusú mell, amely körülbelül ugyanúgy, tehát kifelé néznek a melbimbók, csak a mell egy kicsit tömöttebb. Na most a következő melltípus típus az talán az a karcsúp típusú melltípus, típus, amely fölül egy kicsit keskenyebb, és egy kicsit lefelé szélesedik de egy kicsit hosszanti ez a melltípus, és abba különbözik a harang alakú melltől, hogy a harang alakú mell is fölül egy kicsit keskenyebb, csak az arányban körülbelül ugyanakkor a, a keskeny rész, mint az alsó szélesebb rész. Na most ezek mind teljesen normális mellvariációk. A nem normális az, amikor aszimetrikus. Na most egy bizonyos, mi az, hogy aszimmetrikus, tehát a két mell nem teljesen egyforma. Valójában egyébként nagyon ritkán történik az, hogy a két mell az teljesen egyforma. Ennek statikai oka is van, plusz ugye az is oka, hogy a, azok a sejtek mennyisége, amelyek mirigy állományá alakulnak majd később, tehát ami gyerekkorban is genetikusan ugye adott, azok másképpen és másképpen dagadnak meg a hormonok hatására, így tehát az emlő különbség, ha mind a kettő jó ki van fejlődve, csak minimális. Általában még azt is észre szoktuk venni, hogy a jobb kezeseknek inkább a bal mellük egy kicsit nagyobb, azáltal, hogy ugye itt cipelünk többet, tehát ennek kell ellentartani, természetesen a balkezeseknél általában a jobb mell szokott egy picit erősebb lenni, de ez nem szabály. Tehát az aszimmetrikus mell az, amikor a növekedési folyamat, tehát a, amikor a 17-18 év után is egy szemmel látható jó, külön, nagy különbség van a két mell között. Ez általában így szokott maradni, tehát hogyha nagyon-nagyon zavarja a hölgyet, akkor nyilván ezt lehet plastikai sebészettel és beavatkozással korrigálni, de ezeket a korrekciókat mindig csak általában a szülések után, vagy a szoptatás után szokták a hölgyek kérni. Van is ebben egy kis legitimáció, tehát ezt helyre lehet hozni. Na most gyakorlatilag, ha már a mellekről beszéltünk, akkor beszéljünk Arról is, ami rögtön szemünkbe tűnik a mellen, ahol egyébként nagyon szép bőr szokott lenni, azért a természete szépen megoldotta. A melbimbóról és a Mel bimbó udvarról is érdemes egy-két szót szólni. Főleg azért, hogy a kisfiatal fiatal hölgyeket, hát az idősebb asszonyok már tisztában vannak ezzel, de a fiatal lányok néha ott állnak a tükör előtt, és nézegetik magukat, hogy ez most normális, nem normális, mi van, kinek mutassa, meg anyukának, jó, megmutatja, mama se tudja sokszor. Tehát gyakorlatilag normálisan a, a bimbó udvar nagysága változó, és a színe is nagyon változó. A kis fehérbőrű, szőke, vöröshajú lányoknál nagyon kis rózsaszínű, általában kis bimbó udvar van, és egy, egy nagyon szép kis erektilis rózsaszínű melbimbóval találkozunk. És ez általában így marad addig, ameddig terhes nem lesz a kislány. Mert a terhességben általában minden melbimbó és, melb és bimbó udvar egy picit sötétebb lesz. Na most a variáció ugye a kis rózsaszintől, a barna hajú, fekete hajú hölgyeknél egész-egész sötét barnává tud válni a bimbó udvar is, és a, a melbimbó is. Na most normális esetben a melbimbó normális hőmérsékleten azért kiemelkedik, tehát jól látható. Most nem beszélek a szexuális erekció és, és, olyan esetekben, ahol az ember ugye simogatja a mellett, mert akkor még jobban megduzzad, akár 20-30-50 százalékkal is nagyobb tud lenni, mint maga a női mell, mint az a melbimbó, de jelen pillanatban a női mellett most nem mint egy szexuális erogén zónát beszéljük meg, majd erről is lesz szó, hanem mint anatómiai egység. Tehát a mind a két melbimbónak jó kellene látszódni, van egy variáció, amikor ez egy kicsit laposabb, de ott van, és egy picit el is emelkedik. A feltűnő általában az szokott lenni, amikor az egyik, vagy mind a kettő melbimbó befelé fordul. Na most, amikor ennek az az oka, hogy esetleg a tejcsatornák rövidebbek, akkor befelé forduló melbimbóról beszélünk, és ez egy olyan állapot, amelyet nem szabad összetéveszteni a rejtett melbimbóval. A kis huncut rejtett melbimbó, ő csak rejtőzködik, visszahúzódik, de irritációra, megpuszilgatásra, hidegve, azért ő ki, kijön, tehát egyértelműen megváltoztatja a helyzetét. Sajnos a befelé forduló melbimbó nem. És ez a befelé forduló melbimbó, ez esetleg a szoptatásnál nehézséget okoz, hat olyan értelemben, hogy a bébinek ugye ezt nagyon nehéz megtalálni. Hála jó Istennek vannak különféle segítő eszközök, ilyen kis szoptató harangocskák, amit hogyha ráhelyeznek a melbimbóra, akkor ugyanolyan szoptatás lehetséges, mint a, azoknak az anyukáknál, ahol minden normális. Na most, ha a befelé forduló melbimbó az egyik mellen van, a másikon nincs, és ez mindig így volt, akkor baj nincs. Hát ez egy született rendellenesség, de ha időközben változik meg. Tehát az van, hogy valaha mind a kettő kint volt, és az egyik elkezdett behúzódni. Arra nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert első jele lehet egy keletkezett rosszindulatú meldaganatnak. Hát, ha még valami kis szekrét vagy egy kis folyadék jön, kezd kijönni belőle, mindenféleképpen vagy a házi orvoshoz, vagy a nőgyógyászhoz kell fordulni, de erről majd fogok beszélni a merrákoknál. Most még a teljesen normális bimbó variációknál elő fordulni, és szegény lányok nagyon el tudnak keseredni, hogy a, a bimbó és a, a bimbó udvar környékén kicsi kis szőrösödés van. Na most ez, ez nem nagy probléma. Addig, amíg csak egy pár pici, sötétebb szőr van, ezt Kis csipeszkével ki lehet húzni, és ez csak egy kis kozmetikai probléma. De akkor, hogyha esetleg a testen, vagy a két melk közötti szőrösödés jelenik meg, vagy pedig esetleg a, a habitusban olyan jelek is láthatók, amelyek inkább egy kicsit férfiasak, feltétlenül érdemes elmenni egy. Orvosi tanácsadásra, vagy egy endokrinológushoz. Tehát meg kell nézni, hogy rendben vannak-e a hormonok, vagy közben nincs egy olyan betegség, amely olyan hormonokat termel, ami ezt a szőrnövekedést sajnos előidézi. Ami még nagyon szok, zavaró szokott lenni a hölgyeknél, hogy a bimbó udvarban észrevesznek kis fehér pontokat. És nem tudják, hogy micsoda. Na most nem kell megijedni, Ezek, ezeknek van nevük, úgy hívják őket, hogy kis Montgomery ö, szemölcsöcskék. Ezek tulajdonképpen nem is szemölcsök, hanem a fagyú mirigyek le vannak záródva. Ugye a valószínű a természet úgy csinálta annak idején, hogy a, a, a melbimbó ne száradjon ki, és ugye ide egy csomó fagyú mirigyet tett, hogy a szoptatásnál ne sérüljön a melbimbó, amikor a gyerekek azt jó megrágják, tehát hogy egy, legyen egy ilyen úgynevezett visszazsírosodás. Sajnos az embernél ez a, a, ez a, ez a, funkció valószínű évezredek óta már nem működik, de a mirigyek ott maradnak. Ennek csak akkor van jelentősége, ha ezek közül egy-kettő begyullad. Nagyon tud fájni, piros lesz, de most teljesen mindegy, hogy milyen orvosnak mutatjuk meg, mutassuk meg. Akkor a házi orvos megnyugtat, hogy figyelj, ez csak egy kis bőr probléma, ha nagyobb vagy esetleg tapintható, akkor érdemes elküldeni nőgyógyászhoz. Nagyon sokszor lokális kezelésre elmúlik, ha egy kicsit mélyebben megy a bőrbe, érdemes antibiotikummal lefedni, és Pár nap múlva gyógyul, egyet nem szabad csinálni, elkezdeni nyomkodni. Mert akkor ez a gyulladás a bőrben sajnos tovább tud terjedni, és akkor az egyik kis mirigytől a másik mirigig elmegy, aztán az is jó begyullad. Néha ebben el tudnak bújni kis-kis baktériumok, és egy látszólagos elmúlás után, egy kezelés utáni állapotban, Fél év múlva, egy év múlva, két év múlva újra kijön, hát akkor már tudjuk, hogy ez mi, úgyhogy nem kell megijedni gyakorlatilag. Úgyhogy euh, akkor azt hiszem, hogy ezt megbeszéltük. Euh, hogy még egyet ne felejtsek el, nagyon sok hölgynél, de a férfiaknál is találunk több melbimbót. Na most ez annak a következménye, hogy az embrionális állapotban, amikor a tejléc kifejlődik, akkor ott több melbimbó alakul ki. Ennek normálisan a már a hatodik, 8. tizedik hétén az embrionális állapotban vissza kéne, hogy fejlődjön, de hát a természet sem olyan, hogy mindent pontosan meg tud oldani, tehát én több hölgyet láttam a praxisomban, akinek nem csak négy melbimbója volt, hanem a rendes melbimbóktól egy kicsit befelé esően volt egy következő melbimbója, és volt még egy következő másik kis melbimbója is. Ezek a melbimbók láthatók, sokkal kisebbek, mint az eredeti nagy melbimbó, és gyakorlatilag nincs alatta zsírszövet, tehát nem emelkedik el annyira, mint ugye a normális mellen lévő melbimbó. Ezzel jól lehet élni, ha valakit zavar, akkor kozmetikai műtétet lehet végezni, el lehet távolítatni. Az én betegeim évtizedekig éltek vele, és mondták, hogy én, én egy szuper nő vagyok, doktor úr, nekem három-négy melbimbón van, így is föl lehet fogni. Úgyhogy most még anon gondolkozom, hogy mindent elmondtam-e erről a normális, szép merről. Tehát mondom, most még egyszer, nem a szexuális szempontból vizsgáljuk, mint erogén zóna. Majd lesz ö, valamikor a tél közepén ilyen adás is, amikor erről sokat fogok majd beszélni. Hát akkor belenézek itt az én kis puskámba. Gyakorlatilag mindent elmondtam. Köszönöm a figyelmet, és a következő adásunkban sajnos már egy kicsit a merrákról is fogunk beszélni, úgyhogy a viszontlátásra.